Halihó, sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ismét egy rádiós témájú videó, egy jó öreg Jézu FT290-es típusú, hordozható készülék. Legalábbis ez volt annak idején a hivatalos megnevezése. Én inkább úgy mondanám, hogy valahol félúton van a mobil rádiók és a kézi rádiók között, méretügyileg. Viszont, amit tudni kell róla, hogy ez a mai napig nagyon népszerű, nagyon populáris kis készülék, kizárólag a 2 méteres sávon működik, ha jól emlékszem, akkor 144 és 146 mega között, és ez egy szinte összüzemmódos készülék, LSB, USB távíró, illetve FM simplex, és be lehet állítani az eltolást, 600 kHz-es eltolást az átjátszókhoz, fölfelé, illetve lefelé 600 kHz-el. Sajnos, mint a legtöbb korabeli amatőr rádiónál, a CTCSS kódok kiküldéséhez, vagyis a mai rádióamatőr átjátszók elindításához szükséges kódokhoz a kis panel, az nincsen benne, de hát erre más rádiót kell használni. Miért is van itt nálam ez a készülék? HG7 JCZ barátom rádiója ez, és ő kért meg rá, hogy ráférne egy általános átnézés, átvizsgálás. Előtte azonban a 3 millió éves elektrolit kondenzátorokat ki kell cserélni benne. Mutatom nektek egy kicsit közelebbről. Van benne egy pár, jó szűk helyen, jól eldugva. És ami a dolognak a pikantériája, hogy jó, apró, kicsi forrasztások és furatgalvános forrasztások. És bizony elég nehéz lesz rajta dolgozni, de egy jó nagyító és egy jó pák, amely egy kis türelem csodákra képes. Úgyhogy a következő projektem ennek a jó öreg, de még működő FT290R nevezetű rádiónak az átkondizása. Hát így az első videóban nagyon többet nem tudok elmondani a készülékről, úgyhogy neki is látok a munkának, és egyszer majd kész leszek vele. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, iratkozzatok fel, így mindig kaptok értesítést arról, hogyha feltöltök valamit. Szép napot, sziasztok!